Az utánpótláskorú kajakosok és kenusok téli felkészülését vizsgálták Győrben. Bár itt hajóban nem ültek a versenyzők, és evezőt sem fogtak, mégis volt versengés a korosztályokban. Felfogható volt ez így az év első versenyének is. A húzóckodás az ilyen alapján kiegészítők nálunk a többi edzés mellett, tehát körkondiknál is inkább húzóckodás, fekvenyomás van ilyen kiegészítőknek. Szóval hát a kajakozáshoz ugye ezek elengedhetetlenek, úgy mondanám, de nem főbb. Inkább ugye kajak, ami vízre szállsz, hogy próbálgatod, az sokkal többet ér, mint ez. A felmérés nem csak a versenyzőknek ad visszajelzést idény előtt, hanem az edzők munkáját is nagyban segíti, hogy tudják, mit várhatnak a fiataloktól a jövőben. Visszanézve a statisztikákat lehet azért látni, hogy kiből milyen kajakos lesz a futás alapján. Akkor ugye, hogyha ehhez hozzáveszünk a serlőknél a bejövő fekvenyomást, ahol már ugye az erőt nézzük, az is egy elég jó támpont szokott lenni. A húzóckodás, lábemelés az meg szintén egy alap mozgásforma ilyenkor télen. Gyakorlatilag minden egyesületben ezeket a feladatokat elvégeztetik a versenyzőkkel, és hát ugye mert ezek szükségesek ahhoz, hogy valaki jól tudjon kajakozni vagy kenúzni. A sportolók is tudják, hogy a felmérés fontos, ezért készülnek rá a téli alapozáskor. Főleg azért, hogy az itt fejlesztett képességeket át is tudják majd ültetni a gyakorlatba. Én inkább a rövid távokat szeretem, a 200-at és az 500-at, és szerintem az erő, amit dominál éppen, de a húzockodás is fontos. Hosszú távon nem lehet megmondani, hogy az itt elért eredmények mennyire vetítik előre a jövőbeni versenyek sikerességét. Az viszont biztos, hogy itt is már többen az idei versenyekre koncentrálnak. Országos maratonbajnokság az május végén lesz arra, megyünk utána talán egy hidépítő kupára, vidékbajnokság, diákolimpiai országos bajnokság, erre készülök, aztán ugye jó sikerül, az EIOF-ra is ki lehet jutni, vagy ezekre nagyjából országos bajnokság a főversenyünk, ott kell a csúcsformát kihozni, majd párosban indulok valószínű, vagy egyesben, azt mondja, nem biztos, de arra készülünk gőzerővel. A vidékbajnokság, meg a országos bajnokság az a legfőbb verseny, és szeretnék most négyesben indulni, meg párosban, de természetesen az egyesre hagyom hátrébb. A Győrből indult Heraklész fizikai felmérő bajnokság népszerűségét jelzi, hogy idén már egyszerre három városban rendezték meg a programot. Győr mellett Pakson és Tiszaújvárosban is összemérték tudásukat az utánpótlás kajakosok és kenusok.